Frederick Forsyth, Ikon, 12. rész. Bécs, 1990. június. Előző év decemberében Ames-t áthelyezték. Már nem volt a szovjet osztály külső operációs csoportjának tagja. Egy ideig megint csak téblá volt, nem fért hozzá a 301-es dossziékhoz. Hamarosan a cseh műveleti csoport főnöke lett. Ez azonban nem jogosította fel a 301-es dossziék titkát rejtő titkos számítógépes jelszavak ismeretére, azoknak az anyagoknak az ismeretére, amelyek a szovjet tömbön belül tevékenykedő CIA emberek adatait tartalmazták. Ames Mulgrawhoz fordult. Ez értetetlen, mondta. Egy időben az egész osztályt ő vezette, és különben is ellenőriznie kell azokat a CIA embereket, akik bár oroszok, de pályafutásuk egy-egy időszakában Csehszlovákiában tevékenykedtek. Mulgrom megígérte, hogy megpróbál segíteni. Májusban meg is adta barátjának a hozzáférési kódokat. Ames attól kezdve a cseh osztályon lévő íróasztalánál ülve kedvére bogarázhatott a 301-es anyagok között egészen addig, amíg meg nem találta Monk szállítóit. 1990. júniusában Bécsbe repült, hogy ismét találkozzon Volodyával, Vladimir Mecsulajev ezredessel. Miután visszatért Washingtonba, az FBI megfigyelői miatt nagyon kockázatos lett volna szovjet diplomatákkal találkoznia, ezért találkoztak inkább Bécsben. A találkozón annyira leittasodott, hogy bár megbeszélték, hogy októberben ismét Bécsben találkoznak, összekeverte a városokat, és Bécs helyett Zürichbe repült. Júniusban azonban elég hosszú ideig józan maradt ahhoz, hogy birtokába vegye egy hatalmas pénzösszeget, és hogy Mecsulajevet a mennyekbe röpítse, három személyi leírást hozott neki. Az egyik egy ezredesre vonatkozott, aki feltehetőleg GRU-s volt. 1985-ben szervezték be a Közel-Keleten, és jelenleg a moszkvai honvédelmi minisztériummal szolgál. A másik egy tudós volt, aki egy szigorúan őrzött városban élt, de Kaliforniában szervezték be. A harmadik leírás egy KGB-s őrnagy adatait tartalmazta. A Szovjetunión kívül szervezték be. 6 éve a CIA embere, tud spanyolul, jelenleg a szovjet tömbön belül dolgozik, de nem a Szovjetunióban. 3 nap múlva az első fődirektorátus Jazanovói központjában megindult a hajtóvadászat. Nem halljátok ki az éjszeléből, nénéim, bátyáim? Nem halljátok, hogy szólongat benneteket? Lehetséges volna, hogy ti, az ő gyermekei, nem halljátok szeretett Oroszország anyácskánk hangját? Én hallom őt, barátaim, hallom sóhajtását az erdők susogásában, hallom zokogásában, a hóhullásban. Miért teszitek ezt velem? Ezt kérdi. Nem árultak el még elégszer? Nem vérzem eleget, értetek? Nem szenvedek eleget, hogy ezt teszitek velem? Miért játszatok engem, mint egy szalját külföldiek és idegenek kezére, akik varjakként csipegetik sajgó testemet. A hatalmas konferenciaterem végében felállított vászon a kereskedelemben kapható legnagyobb méretű volt. A vetítő a terem túlsó végében súrogott. 40 szempár szegeződött a képre, amelyen egy férfi beszélt egy nyár eleji tokovói nagygyűlésen. Az engzetes hullámzó oroszságot az alámondó tolmács higgadt hangja ellenpontozta. Igen, bátyáim, igen, nénéim, igen, mi halljuk őt. A szörmebundás moszkvai férfiak és a szajháik nem hallják. Nem hallják a testéből lakomázó idegenek, nem hallja a testéből zabáló, bűnöző söpredék. Mi azonban halljuk, mind szólongat minket fájdalmában, mert mi vagyunk a nagy föld népe. Litvinov a fiatal filmes, ragyogó munkát végzett. Megindító, pátoszos snitteket vágott be a felvételbe. Egy fiatal szőke anya, amint csecsemőjével a keblén rajongó tekintettel néz az emelvény felé. Jóképű, elkeseredett katona, akinek arcán könnyek peregnek, barázdát arcú parasztember, vállára vetett kaszával, arcán a nehéz esztendők mélyen bevésődött jeleivel. Senki sem tudta, hogy a felvételek máshol színészekkel készültek. A tömeg azonban valódi volt. A magasból leforgatott totálok 10 000 rendezett sorokban álló hívet mutattak, akiket két oldalról lelkes, egyenruhás ifjú harcosok fogtak közre. Igor Komarov hirtelen visszafogta a hangját, harsogásról szinte suttogásra váltott, a mikrofonok azonban érzékelték és szertehordták a stadionban.
Hát nem jön senki sem. Hát nem áll elő senki sem, hogy azt mondja, elég, ez így nem mehet tovább. Türelem, orosz testvéreim, várjatok még egy kicsit, édes hazám leányai. A hang ismét felerősödött, a suttogás megint kiáltássá változott. Mert jövök már, drága anyácskám, igen, én, Igor, a te fiad, jövök. Az utolsó szó szinte elveszett a vezényszóra, uniós szónomad kient át harsogásban. Komarov, Komarov! A vetítőgépet kikapcsolták, a kép elsötétedett. Néhány pillanatra csend támadt, aztán mindenki kifújta a levegőt. Mikor felkapcsolták a lámpákat, Nigel Irvine kiment a wyomingi fenyőből készült hosszú ebédőasztal elejére. Gondolom tudják, mit láttak, kezdte halkan. Ez az ember Igor Viktorovics Komarov, a hazafias erők uniója elnöke. Minden valószínűség szerint ez a párt fogja megnyerni a januári választásokat, ami által Komarov az elnöki székbe kerül. Mint láthatták, ritka erővel és szenvedéllyel rendelkező szónok, és nyilvánvalóan óriási karizmája van. Nyilván azt is tudják, hogy Oroszországban az igazi hatalom 80%-a most is az elnök kezében összpontosul. Jelcin ideje óta ennek a hatalomnak az intézményes korlátait, amelyek a mi társadalmunkban fennállnak, eltörölték. Az orosz elnök manapság gyakorlatilag úgy kormányoz, ahogy kedve tartja, és csak fokozatosan is, de olyan törvényeket léptethet életbe, amilyeneket csak akar. Ebben nyugodtan belefér a pártállam visszaállítása is. Látva a jelenlegi állapotokat, ez nagyon rossz elgondolás? Kérdezte az Egyesült Államok egyik volt nagykövet asszonya. Talán nem az asszonyom, felelte Irvine. Én azonban nem azért kértem lehetőséget ennek a szemléltető anyagnak a bemutatására, hogy megvitassuk, milyen események várhatók Igor Komarov megválasztása esetén, hanem azért, hogy bemutassak a tisztelt tanácsnak egy anyagot, amely meggyőződésem szerint konkrétan bizonyítja, miféle és milyen jellegű események várhatók. Két jelentést hoztam magammal Angliából, amelyeket itt a helyszínen, a hivatalos másológépen 39-39 példányban sokszorosítottam. Én meg nem értettem, mire kell az a tömérdek papír, szólalt meg mosolyogva Saul Netezon, a házigazda. Elnézését kérem, amiért lestrapáltam a masináját, Saul, de nem kívántam 40-40 példánnyal átkelni az óceánon. Nem kérem önöktől, hogy most rögtön olvassák el, arra kérem önöket, hogy Kiki vigyen magával egy-egy példányt, és magában nyugodtan tanulmányozza át. Kérem, hogy először a hitelesítés című anyagot olvassák el, és csak azután a fekete manifestumot. Végezetül pedig hadd mondjam el, hogy ezek miatt, az anyagok miatt, amelyeket most készhez kapnak, eddig már hárman meghaltak. Mindkét anyag olyan szigorúan bizalmas, hogy megkérem önöket távozások előtt, szolgáltassák vissza, hogy elégethessük őket. A könnyed hangulat szerte foszlott. A Lincoln tanács tagjai fogták a példányaikat és visszavonultak. A személyzet teljes megdöbbenésére senki sem jelent meg vacsorázni. Mindenki a szobájába kérte. Langley, 1990. augusztus. A Szovjetunióban működő CIA irodáktól mind rosszabb és rosszabb hírek érkeztek. Júliusra egyértelművé vált, hogy Orionnal, a vadásszal történt valami. Az előző héten nem jelent meg a rutinszerű futótalálkán, amit eddig soha nem mulasztott el. A futótalálka egyszerű, normál körülmények között veszélytelen módszer. Egy adott, előre megbeszélt időpontban az egyik fél elindul egy utcán, lehet, hogy követik, lehet, hogy nem. Hirtelen minden előzetes jel nélkül bemegy egy kávézóba vagy egy étterembe, bármilyen zsúfolt hely megfelel. Abban a pillanatban, amikor belép valaki, aki ekkora már kifizette a számláját, feláll és elindul az ajtó felé. Egymást közvetlen közelében haladnak el, de még a szemük sem villan össze. Egy kéz egy gyufásdoboznál nem nagyobb csomagocskát csúsztat a másik fél zsebébe. Minden megtorpanás nélkül mennek tovább, az egyik kifelé, a másik befelé. Ha van slep, mire belép az ajtón, már nincs mit látnia. És azon kívül, hogy Szolomén ezredes nem jelent meg ezen a találkozón, volt még más is. Kétszer is üzentek neki, falra firkált krétajelekkel, hogy nézze meg a postaládákat, mert van valami a számára, de egyszer sem ment értük. Ebből csak egy valamire lehetett következtetni. Orion kiszállt, vagy lekapcsolták. A sürgős életjel kérésre sem reagált. Ha történt valami, az előjelek nélkül, egy pillanat alatt történt. Szívroham, autóbaleset, letartóztatás.
Nyugat-Berlinből híre jött, hogy a kelet-német közvetítőhöz nem érkezett meg Pegazus szokásos havonkénti levele. Az orosz kutyatenyésztők lapjában sem jelent meg semmi. Most, hogy Blinov professzor gyakrabban utazhatott Oroszország határain belül, és ilyes formán eltávolodhatott Arzamas 16-tól, Munk azt javasolta neki, hogy minden hónapban küldjön valamilyen teljesen ártalmatlan tartalmú levelet a kelet-berlini közvetítőhöz. Még láthatatlan tintát sem kell használnia, elég a Jurii aláírás. Ha elhagyja a szigorúan őrzött kutatóbázist, a levelet bármelyik postaládába bedobhatja, ha felbontanák is, akkor sem tudnák kinyomozni, ki adhatta fel. Most, hogy a berlini fal ledőlt, a levél nyugatra csempészési trükkjére már nem volt szükség. Blinovnak azt tanácsolták, hogy vásároljon egy spániel párt. Ezt Arzamas 16-ban is jó szemmel nézték, hiszen mi lehet ártatlanabb tevékenység annál, mintha egy megözvegyült tudós spánieleket tenyészt. Ilyen formán minden jogalapja megvolt rá, hogy a kutyatenyésztők moszkvai heti lapjában minden hónapban megjelentessen egy apró hirdetést, spániel kölykök eladók vagy várhatók. A szokásos havonkénti hirdetés nem jelent meg. Monk ekkora már tűkön ült, bejelentkezett a legfőbb főnökök közé, és elmondta, hogy valami nem stimmel, de azt a választ kapta, hogy ne essen rögtön pánikba, várjon még türelemmel, a szállítók előbb-utóbb biztosan jelentkeznek. De nem győzte türelemmel. Elkezdett mindenféle memorandumokat írkálni és küldözgetni, hogy szerinte valahol Langley belső köreiben áruló lapul. Az a két ember, aki komolyan vehette volna, Carey Jordan és Gus Hathaway már nyugdíjba vonult. Az új főnökök, akiket javarészt 1985 elén ejtőernyőztettek Langleybe, egyszerűen unták a dolgot. Az 1986 tavaszán indított hivatalos vizsgálat még folyt ugyan, de ólomlábakon haladt. Én ezt nem nagyon tudom elhinni, mondta másnap a reggeli után megnyitott teljes ülésen az Egyesült Államok volt főügyésze. Nekem pedig az a gondom, hogy én meg nagyon is el tudom hinni, válaszolta James Baker külügyminiszter. Ugye erről mindkettő kormányának tudomása van, Nigel? Igen. És nem fognak lépni? A tanács asztala körött ürő 39 tag úgy nézett a volt kém főnökre, mint azt várná, nyugtassa meg őket, hogy ez az egész csak fantazmagória, koholmány, és előbb-utóbb nyomtalanul szerte foszlik. Úgy informáltak, mondta Irvine, hogy hivatalosan semmit sem lehet tenni. Nyugodtan feltételezhető, hogy a fekete manifestum tartalmának felével az orosz lakosság tekintélyes része egyetértene. A nyugatnak erről nem szabad tudnia. Komarov hamisítványnak minősítené, és végeredményben még erősebben kerül neki az ügyből. Rosszkedvű csend támadt. Szabad valamit mondanom? Szólalt meg Saul Nathanson. Nem mint házigazdának, hanem mint egyszerű tagnak. 8 éve még volt egy fiam, az öböl háborúban halt meg. Többen komoran bólintottak, a jelenlévők közül 12-en vezető szerepet játszottak annak a multinacionális koalíciónak az összehozásában, amely aztán megvívta az öböl háborút. Az asztal túlsó végében ülő Colin Powell tábornok feszülten figyelte a bankárt. Annak idején külön jelentették neki, hogy Tim Nathanson, a befolyásos Nathanson bankár fiát, a csata utolsó óráiban lelőtték. Ha vigasztalt valami a gyászban, folytatta Nathanson, az a tudat volt, hogy egy olyan harcban esett el, amelyet egy velejéig gonosz dolog ellen bívtak. Elhallgatott, kereste a szavakat. Elég idős vagyok már ahhoz, hogy higgyek a gonosz fogalmában, és abban is, hogy a gonoszság időnként emberi alakot ölt. A második világháború idején még nem harcolhattam, 8 éves voltam, amikor véget ért. Később aztán természetesen sok mindent megtudtam róla. Meggyőződésem, hogy Adolf Hitler gonosz volt, és gonoszak voltak a cselekedetei is. Néma csend támadt. Államférfiak, politikusok, nagyiparosok, bankárok, pénzemberek, diplomaták, magasrangú köztisztviselők ültek az asztal körül, akik megszokták, hogy állást foglaljanak az élet mindennapi dolgaiban. Most azonban mindannyian érezték, hogy egy mélyről fakadó személyes meggyőződést hallanak. Saul Nathanson előrehajolt és megkopogtatta a fekete manifestumot. Ez a dokumentum itt gonosz, és gonosz az is, aki írta. El sem tudom képzelni, hogyan fordíthatnánk el a fejünket, és hogyan hagyhatnánk, hogy megint megtörténjen. A légy zümmögését is meg lehetett volna hallani. Mindenki tudta, hogy Nathanson egy második holokausztra céloz,
amely nem csupán az orosz zsidókat érinteni, hanem számos más kisebbséget is. A csendet végül a volt brit miniszterelnök asszony törte meg. Egyetértek, nem tétovázhatunk. Három jelenlévő a szájához kapta a kezét. Margaret Thatcher legutóbb Coloradóban, egy aspeni lakásban mondta ki azt a mondatot, egy nappal azután, hogy Saddam Hussein lerohant a Kuwaitot. George Bush, James Baker és Colin Powell volt ott. A 73 éves Margaret Thatcher még mindig szerette teljesen egyértelműen kifejezni magát. Ralph Brook a világtőzsdén csak Intercor néven emlegetett gigantikus International Telecommunications Corporation feje előrehajolt. Rendben van, akkor most mit tegyünk? Diplomáciai úton lépjünk érintkezésbe NATO országokkal és szólítsuk fel őket, hogy tiltakozzanak, mondta egy volt diplomata. Komarov, mint durva hamisítvány, megtagadná a manifesztumot, és Oroszország nagy része hinne neki. Az oroszok idegen gyűlölete nem új jelenség, mondta egy kollégája. James Baker kissé előrehajolt és oldalra fordult, hogy jobban lássa Nigel Irvine-t. Ezt a döbbenetes anyagot maga hozta, szólalt meg. Maga mit tanácsol? Én semmit, felelte Irvine. Valamire azonban szeretném felhívni a figyelmüket, ha a tanács hajlandó volna jóvá hagyni. Nem magára vállalni, hanem csak jóvá hagyni. Egy kezdeményezést. Annak egy olyan szigorúan titkos műveletnek kell lennie, amely bármi történjék is, semmiféle módon nem kapcsolható össze az itt jelenlévők nevével. A tanács 39 tagja pontosan tudta, miről beszél. Mindannyian voltak már részesei vagy tanúi állítólag titkos állami akciók kudarcának és egészen a csúcsig történő visszagöngyölítésének. Egy volt amerikai külügyminiszter németes kiejtésű szavai hallatszottak az asztal másik oldaláról. Képes Nigel megszervezni egy ennyire titkos műveletet? Két hang felelt egyszerre, mindkettő igent mondott. Margaret Thatcher és külügyminisztere Lord Carrington, aki annak idején mindketten Irvine felettesei voltak. A Lincoln tanács sohasem foglalta hivatalos írott formába döntéseit. Ha megegyezésre jutottak, attól kezdve a cél érdekében minden tag lakba vetette teljes befolyását. A fekete manifestum ügyében a megegyezés egyszerűen annyiból állt, hogy megbíznak egy kisebb bizottságot, dolgozza ki, mi volna a legjobb. A teljes tanács nem állapodott meg sem szankcióban, sem elítélésben, még csak abban sem, hogy tudomása volna az esetleg bekövetkező eseményekről. Moszkva, 1990. szeptember. Anatolij Grishin a Lefortovói börtönben lévő irodája íróasztalánál ült, és az imént kapott három dossziét nézegette. Csak úgy kavarogtak benne az érzelmek. Mindenek fölött a diadalérzet. A nyáron az első és második fődirektorátus kémelhárítói rövid időn belül három árulót állítottak elő. Először egy diplomata jött, Kruglov. Két tényező buktatta le. Első titkár volt a Buenos Aires-i követségem, és nem sokkal hazatérése után 20 ezer rubelért vásárolt egy lakást. Habozás nélkül bevallott mindent. Kitálalt az asztalnál ülő kihallgató tisztek és a magnetofon forgó csévéi előtt. 6 hét múlva, amikor már nem maradt mondani valója, az egyik mélyen fekvő cellába zárták, ahol a hőmérséklet még nyáron is ritkán haladta meg az 1 fokot. Ott ült dideregve, sorsára várva. A sorsa az ezredes asztalán fekvő dossziék egyikében volt megírva. Az atomfizikus júliusban került be. A szigorúan őrzött városokból csak nagyon kevés tudós ment ki Kaliforniába előadásokat tartani, számuk hamarosan 4-re szűkült. Blinov, Arzamas 16-beli lakásának váratlan átkutatása során a ruhás szekrényben egy összegöngyölt zokniban egy fiola látaratlan tintát találtak. Ő is azonnal bevallott mindent. Grishin és csapata mesterségük eszközeinek puszta megpillantása is elég volt ahhoz, hogy megoldódjon a nyelve. Még a kelet-berlini címet is elárulta, ahová titkos leveleit küldözgette. Az ottani rajtaütést a kelet-berlini K direktorátusára bízták, a lakásbérlője azonban alig 1 órával előtte megszökött, átsétált az immár ledöntött falon a nyugati város részbe. Harmadiknak, július vége felé a szibériai katonát fogták el. GRU-s rangja, Aldeni szolgálata és a Honvédelmi Minisztériumban betöltött tisztsége alapján. Sokáig figyelték, majd lecsaptak a lakásra, ahol az egyik kisfia elmondta, hogy a karácsonyi ajándékok után kutatva egyszer megtalálta a papa pici fényképezőgépét.
Piotr Szolomint másféle fából faragták, hihetetlen erővel bírta a fájdalmakat, kínjában dacosan szitta gyötrőit. Grishin végül megtörte, mindenki megtört. Szolomint azzal, hogy megfenyegette, feleségét és gyerekeit a legszigorúbb lágerbe küldi. Mindhárman elmondták, hogyan szervezte be őket a mosolygós amerikai, milyen figyelmesen hallgatta problémáikat, milyen megértően fogadta a javaslataikat. Ez váltotta ki Grishinből a másik érzelmet, a nyers dühöt, emiatt a megfoghatatlan ember miatt, akiről immár tudta, hogy Jason Monknak hívják. Nem egyszer, nem is kétszer, hanem háromszor történt meg, hogy ez az arcátlan csirkefogó csak úgy besétált Szovjetunióba, beszélt a kémjeivel, és szépen kisétált. Mindez a KGB orra előtt. Minél többet tudott erről az emberről, annál jobban gyűlölte. Persze mindennek utána néztek, átbogarázták az Armenia adott járatainak utaslistáját, de egyik név sem keltette föl figyelmüket. A legénység halványan emlékezett egy texasi amerikaira, aki olyasféle texasi öltözéket viselt, mint az az ember, akivel Szolomin a botanikus kertben találkozott. A Norman Kelson név valószínűleg Monkot takarta, bár erről nem sikerült megbizonyosodni. Moszkvában nagyobb szerencséjük volt. A vízumkérelmek és az inturist csoport névsorának alapján minden aznap érkezett amerikai turistát ellenőriztek. Az amerikaiak a metropolban szálltak meg, ahol az egyik elrontotta a gyomrát, és ezért nem mehetett a többiekkel a Zagorszki kolostorba. Monk ugyanezen a napon találkozott Blinov professzorral a Vladimiri székesegyházban. Az illetőt ekkor dr. Philip Petersnek hívták. Grishin jól megegyezte. Miután a három áruló megvallotta a kihallgató bizottságnak, mi mindennek az átadására vette rá őket az amerikai, a KGB tisztjeinek arcából minden vér kifutott. Grishin egymásra fektette a három dossziét és fölemelte a házi telefont. Mindig is értékelte a bűnbánatot. Vladimir Krücskovot az első fődirektorátus vezetői posztjáról ültették át az egész KGB elnöki székébe. Ő volt az, aki aznap reggel a központi bizottság Novaja téri épületének legfelső emeletén a három halálos ítéletet Mihail Gorbacsov asztalára tette, majd az annak rendje és módja szerint aláírt iratokat azonnal jelzéssel átküldte a lefortovói börtönbe. Az ezredes 30 percig váratta az elítélteket a hátsó udvaron, hadd fogják fel, mi lesz a sorsuk. Ha hirtelen csinálják, nem fogják fel, mondogatta gyakran a tanítványainak. Mire lement az udvarra, a három ember már ott térdelt a magas fallal körülzárt udvar kavicsos földjén, amelyet sohasem ért a nap. A diplomata volt az első, mint egy rébületben nyöszörögte, nyet, nyet, amikor a törzsőrmester a tarkójához nyomta a 9 mm-es Makarov csövét. Grishin biccentésére a törzsőrmester meghúzta a ravaszt. Valami villant, vér és csont fröccsent szerte szét, és Valerij Kruglov előre bukott, alig maradt valami az arcából. A meggyőződéses ateistaként nevelkedett tudós imádkozott, arra kérte a mindenhatót, fogadja magához a lelkét. Jóformán észre sem vette, mi történt alig 2 méternyire tőle. Arcra bukott ő is, mint a diplomata. Piotr Szolomin ezredes maradt utoljára, tekintetét az égre emelte, talán még egyszer megjelentek előtte szülőföldje, vadban, halban bővelkedő erdei és vizei. Amikor megérezte tarkóján a hideg acélt, a falnál álló Grishin felé emelte az öklét, csak fölmeresztett középső ujja állt ki belőle. Tűz! Kiáltott Grishin. Vége lett. Grishin parancsot adott, hogy a három holtestet a Moszkva környéki erdőkben jeltelen sírba temessék. Még a halálban sem szabad kegyelmezni. A családjuk sosem fogja megtudni, hová helyezheti virágait. Odahajolt a szibériai katona holteste fölé, hosszú másodpercekig nézte, aztán fölegyenesedett, és hosszú léptekkel távozott. Visszament a szobájába, hogy megírja jelentését, de mielőtt leült volna, villogni kezdett telefonja kis vörös lámpája. Egy kollégája hívta a második fődirektorátus nyomozati osztályáról. Úgy érezzük, közeledünk a negyedikhez is, mondta a telefonáló. Már 2 tagúra szűkült a mezőny, mindkettő ezredes, mindkettő elhárító, mindkettő Kelet-Berlinben. Figyeljük mindkettőt. Előbb-utóbb kiderül valami. Szóljunk, ha igen. Jelen akar lenni a letartóztatásnál? Adjanak nekem 12 órát, mondta Grishin. 12 óra múlva ott leszek. Ezt én akarom elkapni. Ez személyes ügy. Mind a nyomozó, mind a kihallgató tiszt tudták,
hogy legnehezebb egy tapasztalt elhárítót lekapcsolni. Az ilyen ember észreveszi, ha az elhárítás ellene irányul. Az ilyen ember nem hagy láthatatlan tintát összegöngyölt zokniban, nem vesz lakást. A régi időkben egyszerű lett volna. Ha valakire gyanakodtak, bevitték és addig gyötörték, míg ki nem passzíroztak belőle egy vallomást. Vagy míg be nem bizonyosodott a tévedés. 1990-ben azonban a hatóságok konkrét, vagy legalább nagyon megalapozott bizonyítékot követeltek, hogy az illető bűnös, harmadfokú vallatásra csak akkor adtak engedélyt. Lisander nem hagyott nyomot. Tetten kellett érni. Kényes ügy lesz, időigényes. És mi több? Berlin nyitott város. A keleti rész elméletileg ugyan még mindig a szovjet szektorhoz tartozott, de a fal már ledőlt. Ha a bűnös gyanút fog, pillanatokon belül megszökhet, végig szágult az utcákon a nyugat fényeibe és meredékébe, és akkor már bottal üthetik a nyomát. A tervezőbizottság mindössze 5 emberből állt. Ott volt a geopolitikai csoport elnöke, a stratégiai bizottságé és a gazdasági testületé. Saul Nathesont saját kérésére kooptálták. Az 5. tag Nigel Irvine volt, a többiek őt kérdezgették. Szeretnék valamit mindjárt az elején tisztázni, kezdte Ralph Brook, a gazdasági bizottság elnöke. Ön ennek a Komarov nevű embernek a meggyilkolását fontolgatja? Nem. Miért nem? Mert ritkán sikerül. Ha pedig netán sikerülne is, jelen esetben az sem oldaná meg a problémát. A jelenlévők közül Irvine mindenki másnál jobban emlékezett rá, hogyan próbálta a CIA a rengeteg pénzével és kifinomult módszereivel eliminálni Fidel Castro-t robbanó szivarokkal, amelyekre nem volt hajlandó rágyújtani, méreggel átitatott búvárruhával, amelybe nem volt hajlandó belebújni, csizmafényesítővel, amelynek kigőzölgésétől a szakállának is ki kellett volna hullania. Nevetséges volt az egész. A CIA végül a maffiát bízta meg, amelynek kísérletei még komikusabbak voltak. A Cosa Nostra bérgyilkosa John Razzelli a floridai öbölben végezte betoncsizmásan. Castro pedig folytatta 7 órás beszédeit, amelyek önmagukban is elegendő okot szolgáltattak a meggyilkolására. Charles de Gaulle a franciák legjobb katonai egységének számító OASZ 6 merényletét élte túl. Hussein, Jordánia királya még többet, és hogy Saddam Hussein hányat, azt már nem is számolták. Miért nem lehet megcsinálni Nigel? Én nem mondtam, hogy nem lehet, csak rendkívül nehéz. Azt az embert rendkívül jól őrzik. Sem az őrsége, sem a testőrsége nem hülye. És ha mégis sikerülne, az sem hozna eredményt? Nem, csak mártírt csinálnának belőle. Valaki más lépne a helyébe, valószínűleg ugyanezzel a programmal, a mártír vezér örököseként. Akkor hát? Minden gyakorló politikus ki van téve a destabilizálásnak, azt hiszem, ezt Amerikában így mondják. Irvine szavait savanyú mosolygás fogadta. Annak idején a külügy és a CIA számos külföldi baloldali vezetőt próbált lejáratni. És ehhez mire volna szükség? Büdzsére. Nem gond, mondta Saul Nathesson. Csak mondja meg, mennyi kell. Köszönöm, majd később. Ezen kívül? Némi technikai háttérre. A legtöbbje kapható. És egy emberre. Miféle emberre? Egy olyanra, aki elmegy Oroszországba, és ott elvégez bizonyos dolgokat. Egy nagyon ügyes emberre. Ez a maga szakterülete, de tételezzék fel, Nigel, és ezt most nem ok nélkül kérdezem, tételezzék fel, hogy sikerül ezt az embert lejáratni, sikerül tőle elidegeníteni a támogatóit. Akkor mire számíthatunk, Nigel? Tulajdonképpen ez a probléma gyökere, felelte Irvine. Komarov nem holmi közönséges szélhámos, ügyes, eltökélt, karizmatikus. Jól érzékeli az orosz tömegek ösztönös érzelmeit, és jól reagál rájuk. Ez az ember egy ikon. Egy mi? Ikon. Nem vallásos festmény, hanem jelkép. Képvisel valamit. Minden nemzetnek kell valami. Kell egy ember, vagy egy jelkép, amiben megkapaszkodhat, ami a különféle emberekből álló tömegnek identitást, és ilyen formán egységérzetet ad. Ilyen egyesítő szimbólum nélkül a nép testvérháborúba sodródik. Oroszország óriási, sok különböző etnikai csoport hazája. A kommunizmus a maga brutalitásával ugyan, de biztosította az egységet, a kikényszerített egységet. Így volt Jugoszláviában is, láttuk, mi történt, amikor megszűnt. Az önkéntes egységhez szimbólum kell. Maguknak ott van a csillagos lobogó, nekünk ott a korona. Oroszországnak pillanatnyilag Igor Komarov az ikonja, és csak mi tudjuk,
Milyen nagyon selejtes ez az ikon. És mire játszik ez az ember? Amire minden demagóg, az emberek reményeire, vágyaira, szeretetükre, gyűlöletükre, de leginkább a félelmeikre. Így nyeri meg magának őket, így szerzi meg a szavazataikat és a szavazatok révén a hatalmat. A hatalom birtokában pedig kiépíti azt a gépezetet, amely majd megvalósítja a fekete manifestumban megfogalmazott célokat. Na és ha kihúzzuk alóla a szőnyeget, megint jön a káosz. Talán még a polgárháború is kitörhet. Lehetséges, ha csak nem sikerül egy másik és különb ikonnal helyettesíteni, amelyik méltó az orosz nép bizalmára. Nincs ilyen ember. Soha nem is volt. De igen, volt, mondta Nigel Irvine. Egyszer, régen, úgy nevezték, minden oroszok cárja. Langley, 1990. szeptember. Tyurkin ezredes, Lysander, sürgős üzenetet küldött Jason Mongnak. Az üzenetet egy közönséges postai levelezőlap hordozta, amely a kelet-berlini Opera Kávéház nyitott teraszát ábrázolta. A szöveg egyszerű és ártatlan volt. Remélem még találkozunk. Minden jót, José Maria. Címként a CIA egyik titkos Bondi címe volt feltüntetve, a bélyegző szerint pedig Nyugat-Berlinben adták fel. A CIA Bonni emberei nem tudták kiküldet, csak azt, hogy Langleybe szól Jason Mongnak. Továbbították. Azt, hogy Nyugat-Berlinben adták postára, nem jelentett semmit. Tyurkin egyszerűen bepöccintette egy nyugat felé tartó, nyugat-berlini rendszámú autó nyitott ablakán. Mindössze ennyit mondott a meglepett vezetőnek. Bitte, és folytatta útját. Mire a slepje kibukkant a sarok mögül, már nem láthatott semmit. A kedves berlini pedig bedobta a lapot egy postaládába. Az ilyen bizonytalan megoldások nem ajánlatosak, de ennél különösebb dolgok is megtörténnek. Csak a szöveg fölé firkantott dátum volt furcsa. Nem stimmelt. A lapot szeptember 8-án adták postára. Egy német vagy egy spanyol írta volna 8/9/90, először a napot, aztán a hónapot, végül pedig az évet. A levelező lapon azonban amerikai dátumozás szerepelt. 9/23/90. Jason Monk számára ez azt jelentette, e hónap 23-án 9-kor találkoznunk kell. Hátulról előre kellett olvasni. A spanyol név aláírás azt jelentette, hogy komoly és sürgős ügyről van szó. A hely nyilvánvaló volt. A kelet-berlini Opera Kávéház terasza. Berlin és vele együtt Németország hivatalos újraegyesítése október 3-ára volt kitűzve. A szovjetek fennhatósága a keleti városrészben e dátummal véget ér, a város rendjének biztosítását a nyugat-berlini rendőrség veszi át. A KGB iroda lényegesen csökkentett létszámmal kénytelen bevonulni a szovjet követség Unter den Lindeni épületébe. Néhány széles körű művelet irányítását vissza kellett vonni Moszkvába. Lehet, hogy ezekkel együtt Tyurkinnak is mennie kell. Ha menekülni akar, most kell. A felesége és a fia viszont Moszkvában van. Az iskola épp csak elkezdődött. Tyurkin mondani akart valamit, és személyesen a barátjának akarta elmondani, sürgősen. Vele ellentétben Monk tudott Delphi, Orion és Pegasus eltűnéséről. Ahogy múltak a napok, szinte belebetegedett az idegességbe. Miután egy kivételével az utolsó vendég is eltávozott, a dokumentumokat felügyelet mellett hamuvá égették, és megvárták, míg a hambakat széthordja a szél. Csak Sir Nigel példánya maradt meg. Irvine a házigazdával távozott, hálás volt, amiért a Grammannel repülhet vissza Washingtonba. A repülőgép lehallgatástól védett telefonján felhívta egyik washingtoni barátját, és megbeszélte vele, hogy együtt ebédelnek. Ezután kényelmesen elhelyezkedett vendéglátójával szemben a puha bőrfotelben. Tudom, hogy további kérdéseknek nincs helye, mondta Saul Nathanson, miközben kitöltött két pohár rendkívül finom sárdonnait. Ha megenged egy személyes kérdést, persze barátom, de a választ nem garantálhatom. Azért megkérdezem, ugye maga úgy jött Wyomingba, hogy azt remélte, a tanács áldását adja majd valamiféle akcióra. Hát igen, azt hiszem. Mindannyiunkat megdöbbentett, őszintén. De akkor az asztal körül 7 zsidó ült. Maga miért? Nigel Irvine az alattuk elsuhanó felhőkre révett. Valahol messze lent hatalmas búzatáblák terültek el. Még most is folyt az aratás. Mennyi élelem! Újra felmerült előtte egy távoli hely, egy régi esemény, napsütés,
rókázó brit bakák, buldózerkezelők taszítják a holttestek halmait tátongó gödrökbe, szájuk orruk elé kendőkötve, hogy ne érezzék a szagot. Élő csontvázak karjai nyúlnak ki a bűzös fricsekből, némán élelemért könyörgő emberi karmok. Nem is tudom, egyszer már végigcsináltam, nem akarom még egyszer látni. Azt hiszem, régi módi vagyok. Netezo nevetett. Régi módi? Na erre iszom. Maga megy Oroszországba? Nem tudom, hogyan lehetne elkerülni. Vigyázzon magára, barátom. Van nálunk a szolgálatnál egy mondás, mondta Irvine. Vannak öreg ügynökök, és vannak merész ügynökök. Öreg és merész ügynök nincs. Vigyázni fogok.